Szocska a Ábel megyés püspök megszentelte és megáldotta a felújított Szent Miklós ápolók gondozó otthont. 2018-ba vette át az intézmény fenntartását az egyházmegye, és azóta folyamatosak a felújítási munkák. A mostani beruházás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az itt lakó 230 ápolt komfortosan és kényelmesen érezhesse magát az intézményben. Az épület külső szigetelése mellett megtörtént az épület energetikai korszerűsítése, valamint befejeződtek a belső úthálózati és felújítási munkálatok. A lakóink örültek ennek a beruházásnak, mert sokkal jobb körülmények között laknak már most, ahol megtörtént a belső felújítás, mint szerintem bármelyik otthonban a megyébe, de azt is mondhatom talán, hogy országos szinten is példaértékű lesz, hogy egy pszichiátriai intézmény hogy fog kinézni. Azt sem másodlagos, hogy ez a lakók lényegében részt vettek a takarítástól kezdve minden munka folyamatban, már amiben ők tudtak, hasznosnak érezték magukat, és örültek, hogy együtt alakíthatjuk ki a saját környezetüket. A koronavírus világjárvány harmadik hullámában szigorú szabályokat hoztak a bentlakásos szociális intézményekben lakók védelme érdekében. Sanda Tamás szerint a Hodász intézmény lakói is hozzájárultak a beruházás sikeréhez, mert csapatként együttműködtek a felújítási munkálatok során. Az épületek nem csak jobbak lettek, de hatékonyabban is működhetnek. Nagyon nehéz időszakon vannak ők egyébként túl, hiszen a koronavírus járvány mindannyiunk számára komoly kihívásokat jelentett. De az otthonban élőknek és az otthonban dolgozóknak talán még a szokásosnál is nehezebb volt, hiszen a biztonság miatt az egészségük védelme érdekében nagyon szigorúak voltak a távolságtartási szabályok, sokszor ki sem jöhettek, vagy be sem jöhettek látogatók. Ezért aztán különösen fontos, hogy az ő számukra olyan fejlesztést tudtunk megvalósítani, aminek a segítségével komfortosabb körülmények között élhetnek. 21. századi körülmények között élhetnek. Érdemes megnézni azokat a szobákat, amelyek elkészültek. Ezek 21. századi színvonalú működést tesznek lehetővé. És mindemellett nem csak energiahatékonyabb lett az egész épület, hanem például napelemek elhelyezésére is sor kerül. Ez pedig azt teszi lehetővé, hogy az üzemeltetés olcsóbb legyen, gazdaságosabb legyen, így rendelkezésre álló forrásokat is az ellátottaknak az életére lehessen fordítani. Több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálat alapján Papp Tibor azt emelte ki, hogy az egyház feladata reményt és szeretetet közvetíteni, nem csak a bentlakó ápoltaknak, hanem az egész társadalomnak. Az itt élőkre különösen is oda szeretnénk figyelni, hiszen ahogy a bevezetőmben is mondtam, mi nagyon fontosnak tartjuk azt a krisztusi missziós küldetést, hogy mi minden egyes emberre ugyanolyan figyelemmel akarunk figyelni. És az itt lévők különösen is igénylik azt a fajta szeretetet, amit a krisztusi küldetésből fakadóan talán még inkább igyekszünk és meg tudunk adni. A Hodászi bentlakásos intézménynek nem csak az energiahatékonysága és korszerűsítése történt meg az elmúlt időszakban, de a több mint 80 dolgozó folyamatosan azon dolgozik, hogy a bentlakók élete és körülményei egyre jobbak legyenek.